Ma már csak fent a gerinceken, a forrásvidékek táján áll még a rend. Oda húzódtak föl a szarvasok is, és az a néhány megmaradt medve. Ősszel a nagybikák hangja a ködön át lehallatszik a völgyig. A gőzfűrészek robotoló emberei fölfigyelnek reá, maszatos kezüket végighúzzák sápat homlokukon, s úgy érzik, mintha emlékeznének valamire. Meghallgatjuk Vas Albert intelmét és felkerekedünk, hogy miután megismerkedtünk a Marosvölgye szépségeivel, az erdélyi Helikon vécsi író óriásainak világával, a Szalárd misztikus völgyével és az aranyszínben tündöklő regényes Funtinellel, feljebb merészkedjünk a Kelemen havasok hátára. Annak a régi rendnek a nyomába indulunk, ami áthallatszik a legsűrűbb ködön is, és ami a természet örök égi törvényére emlékezteti a hazajárót. Az öröm a szenvedés ellenpontja nélkül nem öröm igazán, mert csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, és tisztul az éles látás. Kora hajnalban indulunk a havas központi részébe, hogy bejárjuk a főgerincet jelentő kaldera legmagasabb szakaszait. Mivel időnk szűkös, a lomáspatak több mint 20 kilométeres völgyének alsó szakaszát terepjáróval járjuk be. Maros-Hévíz fölött a Runghegy alatt találkozunk túratársunkkal, Kaluser János marosvásárhelyi hegyi mentővel. Alkalmi sofőrünk pedig nem más lesz, mint a többszörös román offroad bajnok, Jernán Liviu. Hát van egy pár évvel hátam mögött offroadozás. Az autót illeti, sajnos inkább autó, amely mint gyalog, ő a gyalogos különben, de az autó is tud menni, nem gond. És milyen eredmények? Hát vannak eredmények, jó eredmények a bajnokságban is, jó eredmények voltak, most inkább ráálltam a szervezésre. A versenyszervezés, meg ilyen kirándulások, kiruccanások. Sanyi, mit tudsz nekünk mondani, milyen idő várható itt fenn a gerincen? Hát ahogy látom, a felhők nagyon le vannak, és fúj a szél is, szerintem köd lesz. Köd lesz az elején, aztán a felmelegedik. Hát ahogy látunk is. Akkor nem marad más, megint csak az ima. Ez a Kelemen, mindig ilyen. Az elején egy kicsi köd, rossz idő, aztán van szerencséd, látsz is valami. És nem tudsz intézni egy medvét nekünk majd egy út közben? Hát ha hallgatni fogtok, akkor nem kell intézkedni. Ha csendben megyünk, akkor medve is. Na, akkor most mi eddig csak nyomokat láttunk. Tegnap volt egy kis zörej. Igen? De... Na hát a máma összejönnek is szaladás. Hát igen, csendben megyünk. Nagy esélyünk van, lássunk medvét. A Kelemenben szerintem, ahogy mondják, a Kelemenben vannak a legtöbb medvék. Európában. Fel is indulhatunk különben akkor. Indulj! Felsőbb régióban sűrű nyálkás hideg felhőbe érünk. Nem túl biztatóak a kilátások, de a büdös mezején elköszönünk Liviutól, és neki indulunk a hegynek. Sziasztok! A büdös patakot követve a kötfelhőben nem sokára elérjük az 1750 méteres magasságon elterülő Bánfi tengerszemet. A másik nevén Jézertó a rekettyés tető alatti vulkanikus kőzet üregében talált magának fekvőhelyet. A borókás övezte tavacska az egyetlen tengerszem Erdély vulkáni hegyláncában. A legendárium feneketlen tónak is nevezi, mert a szájhagyomány szerint régen egy ólomkacsát dobtak a tóba, amit évekkel később a Fekete-tenger aljában találtak meg.
Az idő nem javul, sőt, egyre cudarabb. A rekettyéstető alatti meteorológiai állomáshoz érünk, amelynek egyetlen munkatársától a várható időjárás után érdeklődünk. Temperatúra mínusz 2,5, vönt dinszul dezt, 8 metri per sekunda. 8 metri per sekundum a szél. Pressziónál 806 millibar. Hát te azt mondja, hogy javul az idő. Na, javul. Délutánra, hát ha felszáll egy picit a kőcsre. Köszönjük. A reménykeltő szavaktól új erőre kapva a hatalmas vulkáni kráter peremén vezető piros jelzésen már a gerincen folytatjuk utunkat. A felhők mintha lassan emelkednének, ahogy a Negon-nyeregbe érünk. Ez a Negon-nyereg, ugye? Ez igen. 1705 méteren vagyunk. Na, itt nem süt a nap annyira. Az előbb láttátok a macinyomot, amit mutattam? Ez milyen medve volt? Nem az a nagy barna medve volt, vannak ezek a kicsi hangyászmedvék. Így ekkora, mint egy nagyobb kutya. Mm-hmm. Azért volt olyan medve, kicsi. Igen, azt hiszed, hogy egy medve, bocs, annyira kicsi a mancsa. A mancsa. Pirosan a piros Romániába, Cserdébe is. A piros sáv mindig a gerincút. A piros sáv. Keresztek a völgyeket jelentik. Ha jól olvasom, akkor innen egy jó 2-2,5 óra lesz a... Mi induljunk fel akkora sávban. Nem bánkódunk a felhők miatt, legalább jobban észrevesszük a dér, a jég és a szél díszítette kúszófenyők szépségeit. Egyre élesebbé váló gerincen érünk fel az egykori 1000 éves határ magyar oldalát díszítő Magyar Negoly csúcsára. Na, itt vagyunk, ez a Magyar Negoly, 2080 méter. Miért magyar? Azért, mert a bánya az volt a Román Negoly, és a határa a Mária Teresa útja a kettő között ment. És innentől már nincs szint, akkor a Pietroszi különösedem, ugye? Nincs, itt egy lapos, úgymond réten, fenti síkságon fogunk menni a Pietroszi, és a végén lesz egy kicsi emelkedő, egy ilyen nagy kőhalom. A II. Világháború egyik magyar védvonalát alkotó egykori lövészárkok mentén haladunk. Ahogy a szétszóródott andezit sziklákon kezdjük kimászni a kráter peremének legmagasabb csúcsát, már értjük, miért is hívják ezt a kúpot nagykövesnek. Ez a teleki csúcs. Igen, 2100 méterre vagyunk. Igen, valaki 2102-re jött, van olyan térkép. Hát felállsz lábra, akkor 2102. Úgy tűnik, egyenlőre nem fogadott kegyeibe a csúcs. Pedig tiszta időben innen a Máramarositól a Fogarasi havasokig belátnánk a Kárpátokat. Budapestről. Szép ez a hegy, megmásztuk. Bájos fent lenni, csoda szétnézni a hegycsúcsról, maga a boldogság.
Látvány híján a csúcskönyvet olvasgatjuk és megemlékezünk arról, hogy 1940-ben Észak-Erdély visszatértekor a csúcsot hálából Teleki Pál miniszterelnökről nevezték el. A magyar királyi Székely Honvéd határvadász század hatalmas tölgyfa emlékkeresztet is állított ide. Úgy döntünk, várunk még egy kicsit, hát ha kitisztul. És behúzódunk ebédelni a falba bevájt egykori parancsnoki állás szélvédett üregébe. Ez egy ideális hely, hogy itt tegyünk. Van nálunk leves megfőzés. Ez nem volt könnyű a katona életi. Aztán egyszer csak. Jó, mindjárt látszik a magyar negó is. Kiderült. Hoppá. Mégiscsak kegyes hozzánk a kelemen. Ahogy a nap szippantja felfelé és a szél zavarja szét a felhőket, kezd elénk tárulni a 10 kilométer széles központi kaldera panorámája. Mintha csak a 40-es évek nagy kelemeni turistája, Máté Borcsa szavai elevenednének meg újra. Nedves, nyúlós, szürke köd rátelepedett a fákra, a kövekre, bekúszott a bőrünk alá, s rátelepedett a hangulatunkra. Ahogy jött, úgy el is tűnt. Az áthághatatlannak látszó kötfalon kis rést ütött a nap, s mire feleszméltünk, eltűnt az egész. Felettünk kacagott a nap a sikerült tréfán. Nem ez, nem az első, a második. Kezdjük is beazonosítani a főgerinc csúcsait, a közeli és távoli hegyeket, és a felhők mögül előtűnnek mai utolsó úti célunk, a ruszka havas sziklái is. Ruszka sziklák, ott azok a sziklák, a nagy sziklák, és onnan balra, a ti út. Búcsúzunk a nagykövestől, mert hosszú, de annál szebb út vár még ránk a gerincen. A nyerekből visszatekintve kelet felé meglátjuk a korábban felhőbe burkolózó román negoly legyalult tetejét is. A kommunista időkben ugyanis mindvégig veszteséges kénbányát nyitottak itt, a külszíni fejtéssel hatalmas sebet ejtve a kelemen hátán. A néhol éles sziklás, máshol kiszélesedő gyep havas gerincen haladunk. Örülünk a deres törpefenyvesek látványának, mert a magasabb régiókban sok helyütt már nem találkozhatunk velük. Mivel haszonleső kezek, legelő és tűzifanyerész céljából nagy részüket kiirtották.
A Grúja csúcs alatt az erdőbe érve, aztán rákanyarodunk a Főgerinccel párhuzamosan végighúzódó Mária Terézia útra, ami 1762-ben Magyarország és Moldva határőr útjának épült. Na, és itt a Mária Terézia út. Végre. Ez a Mária Terézia. Végre leértünk a kék vonal. És megyünk tovább a pirosra. Azért széles, látod mennyire szélesebb. Itt lóháton jártak a katonák. A határőrök ösvényéről kapaszkodunk ki, a jégkorszak emlékeit őrző Ruszka havasra. Tető északi oldalán különleges szikla alakzatokat, meredek kárfülkéket vésett a jég az andezitbe. Végigjárjuk az amorf tornyokkal tagolt gerinc szakaszt, majd az eleredő hóesésben a déli oldal szelíd lejtőin leereszkedünk a Tiha tető irányába, elbúcsúzva a Kelemen havasok főgerincétől. Nem véletlen, hogy túránk végére hagytuk annak a csúcsnak a megmászását, amit csak kellő alázattal és lelki ünneplőbe öltözve közelíthet meg a hazajáró. A titán Dédabisztán, itt a kék kereszten. Dédabisztráról a kék keresztjelzéssel a Bisztra patak völgyében az Isten székére indulunk. A Bisztrától az Utaspatak torkolatánál köszönünk el. Innen a kék háromszög jelzésen az utas sűrű meredek völgyében emelkedünk, a vastag őszi avarszőnyeg borított a szentélyben. Mert ott áll az Isten széke magosan a Maros fölött. Egyik oldalán a sokágú galonya, másik oldalán a Bisztra patak, s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé. Ma már nem jár arra, ha pihenni akar. Elűzték az emberek. Elriasztották a gőzfűrészek, a lárma és a kiabálás, fadöntések zaja, mozdonyok sípja, a sok hevenyészve összetákolt ház, a szemét, a piszok, a békétlenség, s mindaz, ami az emberrel együtt a völgyeken följött. Hallod, de oszi, Isten székez, minden oldalról ilyen meredek. Igen, meredek, igen. Aki fel akar jutni Istenhez, annak meg kell szenvednie. És ő bizony megszenvedünk. Ez nagyon meredek. Még tovább.
Amikor az erdőbe kimégy, figyelve lépj és Lápujjhegyen. Mihelyt a fák alá belépsz és felrebben előtted az első rigó, akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett. Haladj bátran, egyre mélyebben az erdőben. Minden olyan szép, puha és illatos körülötted, minden olyan tiszta és barátságos. Csak haladsz az erdőn át, és arra gondolsz, hogy szép. A virágok, ahogy nyílnak, a fák, ahogy egymás közt suttogva beszélgetnek, a forrás, ahogy csobog, csillog, mesél. Csak haladsz csöndesen gyönyörködve, céltalanul, és egyszerre csak kilépsz az angyalok tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként Lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket az ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet. Te mindenről semmit sem tudsz akkor. Csak annyit hallasz, hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted, és a patak nagyon szépen mesél. Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő, a fák, a virágok, a fű, a moha, a magas kékég, és rajta az a nagy, csillogóan fehér felhő, amelyiken a Jóisten ül. Bárányfelhőket pöfékel nagy kék pipájából, és jóságosan alámosolyog. A földrajztudósok tényszerűen olyasmiket mondanak az Isten székéről, hogy hatalmas trónusként magasodik a Bisztra és a Galonya völgye fölé. Az 1381 méter magas andezit bástyákkal körülvett havasi tisztásról lenyűgöző kilátás nyílik a Marosba ömlő patakok völgyeire és szemközt a görgényi havasokra. Ám a hazajáró itt és most, azokon a sziklákon, ahonnan Vas Albert hamvai az örökké valóságba szálltak, tán megbocsátanak a jó geográfusok, szívesebben hallgatja az író által megidézett látóember üzenetét. Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úristen népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik ő benne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha. Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, s ő megvédelmez benneteket. Magosra emel, de tudjátok is ezt. Lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, s a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek. Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőt tőle való, és minden cselekedeted őt kell szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulattal másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tettedben és gondolataidban, az ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van.
és hegyeket tudsz mozgatni vele.